Nem változtatott az irányadó kamaton csütörtöki ülésén az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa. Az Európai Jegybank az elmúlt hónapokban folyamatos erőfeszítéseket tett a válság által megtépázott piacok élénkítésére, de a közelmúlt javuló tendenciái miatt egyelőre még vár a további intézkedésekkel. A bejövő adatok és a felméréseink eredményei is azt mutatják, hogy a gazdasági aktivitás jelentősen emelkedett májusban és júniusban az áprilisi mélyponthoz képest. Eközben a gazdasági mutatók egyelőre jóval a járvány előtti szint alatt maradnak, és még csak a normalizáció kezdeti szakaszában járunk. A különbségek pedig továbbra is jelentősek a különböző szektorok között, mondta az EKB elnöke Christine Lagarde. A bank fenntartja a júniusi döntését, mely szerint 600 milliárd euróval növeli a járványvédelmi sürgősségi program forrásait. Ezzel együtt több mint 1,3 billió eurót szánnak állampapírvásárlásra. A bank kormányzó tanácsa további erőteljes és jól időzített lépéseket sürget a talpraállás érdekében. Ezért üdvözöljük a bizottság Európa következő generációjáról szóló javaslatát. Ez a javaslat a járvány által leginkább érintett szektorokra és régiókra fókuszál, erősíti a közös piacot, és fenntartható, prosperáló jövőt épít, tette hozzá Christine Lagarde. A tagállami vezetők péntektől tárgyalnak az EU következő 7 éves költségvetéséről és a koronavírus járvány hatásait ellensúlyozó csomagról. Sokan abban bíznak, hogy ezen a csúcson végre megszülethet a megállapodás.